A BTG dolgozói Minden Szentek napjához közeledve milyen feladatokat látnak el a temetőben? Temetőüzemeltetés kapcsán ilyenkor is ugye készülünk, hogy megfelelő állapotú legyen a temető és a környéke is, tehát ugye itt aki a kegyeletét leszeretné róni, hogy az megfelelő körülmények között megtehesse, de a holnapi nap folyamán a munkatársaink azok megkezdik a lombhúzást is a temetőbe, illetve a temető környékén, valamint ehhez kapcsolódóan az egyéb növényápolási munkákat végezzük el. Itt ugye a belógó faágoknak az eltávolítása, tehát űrszelvényvágás fog történni, és próbáljuk egy kicsit ehhez az alkalomhoz méltó állapotba hozni a temetőt. Mit lehet tapasztalni ugye az előző évek során, hogy milyen állapotban vannak ezek a temetők? Ugye hozzánk az új köztemető tartozik, tehát ugye ennek az üzemeltetése tartozik a BTG-hez. Ezt igyekszünk folyamatosan megfelelő szinten tartani. Itt ugye az önkormányzatnak is vannak még tervei, tehát itt is sor fog kerülni faültetésre, ami még ebbe az évben megvalósul. Igyekszünk minél jobban megfelelni az elvárásoknak. Több területen kellett beavatkoznunk, a padoknak a festése, tehát újra csiszolása, festése. Vannak olyan feladatok, amiket el kell végeznünk, tehát meg is kell oldanunk minél gyorsabban, és minél, azt mondom, hogy minél precízebben. Tehát itt azért tehát egy olyan területről beszélünk, ami nagyon kiesik az állandó forgalom számára, tehát ugye nem egy olyan frekventált, mint egy lakótelepi park, de itt is azért oda kell figyelnünk ezekre a telepített berendezésekre, a szemetesedényekre, az utcabútorokra, tehát ugye ezeknek az állapotát ezt folyamatosan nyomon kísérjük, és igyekszünk szükség esetén beavatkozni minél hamarabb. Sajnos tapasztalni lehet, hogy ilyenkor bizony koszorúk, virágok, törött mécsesek eldobálásra kerülnek, tehát nem a kukában végzik ezek a tárgyak, hanem sok esetben ugye szana széthevernek. Milyennek az oka, hogyan lehetne orvosolni? Nyilván vannak kihelyezett szemetesek, és ilyenkor gondolom ezeket gyakrabban is ürítik. Így van, tehát ugye a munkatársaink ilyenkor sűrűbben ürítik a gyűjtőedényeket. Arra kérnénk mindenkit, aki kilátogat a temetőbe, hogy ott vannak a gyűjtőedények, használják őket, tehát a hulladékot oda helyezzék el. Így is az ünnep után, tehát nagy számú koszorú mécses ott maradt, tehát ugye azt ugye már nem szokták összeszedni. Ugye ezt a munkatársaink elvégzik egy idő után, ugye ezeknek az összetakarítása megtörténik.